Szevasz! Csak becsúszni és pirosan. Következő 5 percben, amit mondok, azt ne vegyétek el. Semmi gond. Az is jó. Na, az a lövés. Teljesen jó. Ez nem baj, nem megvannak fóba. Azt se tudják elmondani. Ez az első X-em, ami belenyomta az. Ez az első. Az kör volt, de jó az. Nem, X volt. Nyomva tartottad csak. Aha, az. Nem, jó. Ilyen. Gyönyörű, indátlan. Aha. Ott is van az. Áj, mi? Jó, gula. Azt hittem. Most kap kört, már nyomogatod, mint az állat. Jó. Most dob, dír, csak nyomkod, dobkod, úgy. Ott, gyönyörű. Anyu, hozd a kamerát! Lévét behozunk, mert ott az gondok lesznek, semmi gond. Két védőben. Amúgy azt hittem nem passzorod le, mert mondtad, hogy önzőző. Jó, hogy elfelejtettük úgyis. Nem hiszem el. Anyá, hogy nem adod oda, és az utolsó pillanatban kapom, érted? Júj, de szép! Köszi! Felejj meg! Annyira futottam. Meg lesz az. Bocsa, idő vagy. Ujjúj. Ezt nem hiszem el, hallod? 8. helyzetem. Ezt nyitak, ne szállj. Ez mindig ilyes, ezt hiszem. Ne. Hoppá! De ez mit csinált? Az a mi kapusunk mit csinált? Befutott a Gianni a kapuba, hogy leblokkolja a gulát? Nézd rá, hogy csak a kapus. Azt se tudja, hol van. Hagyjad már, hol van. Középen kiállt. Kapus ellen terelve, gyönyörű. Felül a felső, azt meg kihagy, vagy kivéli. Gyönyörű, az a szél az nagyon megy, azt ki kell használni. És már ott is van. Ilyen! Szép volt. Szép volt, Pata. Jó volt. Nem baj, még van 30 perc. Végre ki tudom használni, egy év után hallod. Jaj, bocs, meg a gól öröm. Alapodjon. Nem érdekezni, hanem kicsiket eltúlja. 1-1. Ott van. Nem hagyjuk az egyik, de legyen gól. Nézd meg. Pup! Elviszem, mi van? Majd most a szakmai értekezben? Íííí, de mákos, jó. Ezt nem hiszem el. Most! Szép volt! Kettőből visszajöttünk, a harmadikból is visszajövünk. Jó, ez megvan, szép volt. Gratula, szép volt. Én az Orbán kiraktam rögtön valamit. Ja, az nagy segítség volt. Elérkeztünk a döntőhöz. A piros sarokban Toszka Sanyi és Kalmár Zsolti, illetve a kék sarokban, ugye a kék kontrollerekkel, Diaz és Szivák Zsolti. Srácok, sok sikert!
piros. Én a kék vagyok. Igen, én a piros vagyok. Nehéz felszívni magunkat újra, nem úgy ez a meccs. Megd ezt, papa! Pukkanjunk föl! Pukkasszunk be! Ez kicsit más lesz. Igen. Most látok. Nagyon jó kellett. Vatágás. Azt hittem el, hogy nem hiszem el. Már ültél volna, nem? Jól van. Azt te vagy. Hallod? Azt hittem, hogy teljesen meg vagyok zavarodva, bocs. Jó, nem baj, nem baj, megyünk. Az menő és egyedül megoldó. Megoldó! Á, nem onnan, honnan lőztem el? Ez... Á, bocs. Miért voltam, de van. Menjél! Menjél! Na! Hát de meddig menjek? Tudod, még ha hangosabban kiabálom, még többen fut. Amúgy igen. Én hiszek ebben. Jaj! De, jó! Szép volt! Fú, de jó, hogy ezt te tudtad. Most lesz izgalmas. De jó, hogy te voltál, elizgultam volna. Gyere! Ezeket mondja nyugodtan, ja, már. Úgy játszik, bakon vagyok. Azt hittem, hogy jól játszok, de nem merem mondani. Ne! Ki ez a gyors gyerek? Elváltottuk. De nem lehetsz ilyen. Jó! Bászli gól. Jó. Ezt elszúrtad volna, vége a barátság. Jaj, ne! Ne! Jó. Nem hiszem el, kétszer visszavattam! Kétszer visszavattam, hallod? Ez amúgy borzalmasan szargol. Ezt tényleg ragudjatok, pofátlanság. Semmi gond, egy-egy. Jó, legyen egy nulla sem. Mindjárt engedünk egy potyát nektek, mert ez tényleg amúgy szánalmas. Új. Ott is van! Nincs velünk a szerencse! Ez majdnem olyan volt, mint mi két gólunk. Az egyébként. Figyelj! Az mi volt? Ez ilyen van! Hát ez a labda, ez így mozog ez a labda. Kicsit bagos a FIFA, nem? Jó. Az lesz. Nem már. Szétestek a játékosaink? Mi van? Hát, megzavarodtam. Mi a csíp? Ne várj! Három kipattanós gól után már elment a kedvű. De várjál, jó, ez. Nem, lepasszolom. Nem! Hallod, mit ezek a gólok? Vakon nyomtál! Ezen a meccsen született 6 gól, és az összes potya gól egyébként. De gyere még kettőt. Jó, legy ez. Mi történik? Ennél már csak az lesz jobb, mikor úgy futunk GTA-ba, tudod, hogy kapunak így neki fel, és nem tud elmozni. Vége? Kettő négy. Vége. Ja, vége a meccs? Vége, jó volt. Gratulálunk. Köszi a meccses, srácok. Jó volt, nagyon. Köszi szépen. Ilyen gólokat nem adtam volna meg. Srácok, ti voltatok a döntőnek a vesztesei. Mi hiányzott?
Jó, az elődöntő nyertese. A második, per... második helyezettek mi lettünk. Igen. Ez is sokkal jobb. Ez így kollegiálisabb lett volna? Igen, igen. Mindegy. Ez így kevésbé fáj. Ez az e-sport. Összeestünk sajnos. Három mákos gólt rúgtak, játékosok meghaltak. Fél az első meccset az kötelező, az hoznunk kellett. Nyilván így előnyel, ember előnyel hoztuk. De... Nem nyerjük meg, de az szoros volt. Szoros ja. Zsolti mondta, hogy 5 éve fifázott utoljára. Én azt hiszem, hogy jól fifázok, azt rájöttem, hogy nem. Hát a régi rutin előjött. Ja. De amúgy... játszottam régen. De egyébként 4-2, ugye az lett a vége? 4-2. Nem rossz az. Majd legközelebb. Hát 1-0-ról az be kellett volna húzni. Persze, majd legközelebb. Jó lesz az. Hogy volt ez a gólöröm? Hiányzott már? Egy év után. Legalább itt ki tudom használni. De amúgy jó volt, jól éreztünk magunkat. Máskor is jövünk. Meghívhattok magunkat. Igen, hívjatok máskor is, mert jövünk szívesen. Várjál. Jó, imlök a kék. Ja, jó, oké, értem. Mert? Aha. Jaj, ne csináld már az agyad. Zoli! Zoti! Ez olyan igazságtalan, az előbb még együtt volt. Igen. Mert a romantikus zene. Olyan rossz nélkül egy Zsolti. Veled sokkal jobb volt játszani, Zsolti. Kázsa elnyomta a lövőcsát. Minden jobb volt együtt, Zsolti. Nincs kedvem így játszani, Zsolti. Jaj, nincs. Hagyjuk, engedjük de? El. Szoros volt. Igen, amikor az kevén szoros volt. Vedd már el a labdát! Ó, persze, már 9. percben gól. 10. Szoboszlai az izé... Kezdő, betetted? Hát muszáj volt, hát most mit csinálják vele ott? Jó van. De megküldtem külsővel, mi néztél rendesen? Az izé. Láttam, hogy kigüllett a szemed. Hát persze, mint az izé, békának. Bum, figyeld! Jó volt, meg kell hagyni. De most menjünk tovább. De most menjünk tovább. Na, nem lövi, vagy mi? Ja, rosszat nyomtam. Mekkora fejes lett volna, nem? Úristen, mit tört? Na, hülyét azért ne csinálj már belőle, Zsolti. Hát de most megpróbáltam tologatni, nem volt lövőhelyzet. Persze. Isten, melkason rúgja telibe. Nem, szerintem fejbe rúgta a labdába. Igen. Aha. Jó van, örülök, hogy eddig 1-0-ra kihúztam. Amúgy zseni. Mit zseni? Leszolsz? Hát, nem, leszolt még döntetlen is, azt mondom, hogy egy kicsit beálmosodtam ez az okánnek. Ne már! Léci gólt. Meg lesz a romantikus vacsora. Zsolti. Van egy pikantériája ennek, hogy akik a legkésőbb jönnek, azok hát maradnak a legtovább. Hát meddig gyakoroltunk, érted? Tehát nem véletlenül késtünk. Muszáj volt, de hát meg lett az eredmény. Igen. És most hazamegyek, szerintem hajnali 4-ig nem tudok aludni, az adrenalin meg dolgozni fog. Egy 20-as pulzussal mondta. Jaj, ne Zsolti! Jó van, köszi. Jolti! Jaj, ne Jolti! Jó. Léci, ne! Nagyon jó. Ezt tanítják. Így tanítják, ugye? Jaj, nem. Mégsem. Nem volt rossz. Fáradtak, hogy már látszik. Pimpós lett a kefír. Bepimpósodtál, Zsolti? Figyeld, most mutatok valamit. Ez jól sikerült. Ezt pont jókor mondtad amúgy. Pedig ide lehetett volna doppergés hangot rakni, de hát nem jött ki jól. Hát ez biztos. Sorry, kicsit ez lett a legszarabb meccs, mi? Hát jó, de... Végére jó, győztes de... Győztes párost összeült egy. Hát meg tudod, azért 2 kemény meccs után vagyunk, szóval...
Érthető szerintem, érthető, hogy ennyire vége van. Hajdubi sem tud három meccset leközvetíteni egymás után. Na. Ennyi? Hát ez nagyon silány meccs volt, bátya. De gratulálok! Imádott. Az a gól, bemegy, akkor gól. Olyan, mint a Tottenham. Se jó, se rossz. Tottenham. Na, srácok, itt vagyunk a győztesekkel, pontosabban még egy győztessel. Ugye te vitted itt az egész estét, Zsolti, Diaz, te pedig azért a győztes párosnak a tagja voltál, de itt a döntőben alul maradtál. Zsoltival hát, szemben mi volt az ok? Hát elfáradtam, ugye két kemény meccs után voltam már, meg voltunk, és hát a Zsoltiban több kraft maradt. Mindegy, jó volt itt lenni. A taktikai megbeszélések, tehát ez, megírtunk egy forgatókönyvet, azért késtünk amúgy, bocsánat, megírtunk egy forgatókönyvet, hogy mit vagy szeretnénk csinálni, és az így igazából hogy bejött, nem? Hát ezt nem beszéltük mondjuk meg, hogy te nyersz. Ez fordítva volt, most spontán volt. Mindegy, hát többet nem jössz majd velünk erre a koncert. És mi lesz a sok nyereménnyel, amit ugye most így kaptál és az öletbe hullott, Zsolti? A Valhalla koncertet fogod legelőször behajtani? Az 1000%, az biztos. Nem, itt megbeszéltük Diazzal, hogy akkora nyerő páros voltunk, mint még soha, úgyhogy ketten behajtjuk az összeset, és akkor végig túrnézzük egész Magyarországot, és akkor meg lesz minden. Hát mehetünk Valhallóra. Igen, jó lesz. Igen. De egy összességében ez egy jó package volt, nem? Nagyon. Amúgy nagyon jó kitaláltátok, meg azért Photoshop-ba is tök jó meg voltak. Igen. De köszi szépen, hogy itt voltatok, srácok. Köszönjük a meghívást. Köszi. Remélem, hogy jól éreztétek nagyon magatokat. Nagyon szuper voltam. És hogyha tetszett ez az egész, akkor folytatjuk ezt az egész koncepciót a FIFA 23-ban is.